A gyermekosztály falait önkéntesek festik, nagyon sok helyről hallhatták már ezt. Erről beszélgetek vendégeimmel, Krizsanovszky Kis Andreával és Krizsanovszky Mátéval. Szervusztok, sziasztok! Hello. Nos, hát tegyük rendbe ezt az egészet, hiszen már nagyon sok helyről lehetett ezt hallani. TV-ből, rádióból, újságból, meg hát maga a városlakók is azért nagyon sokan erről beszélgetnek. Azt tudom, hogy civil kezdeményezés volt, és Andrea, ez a te nevedhez kapcsolódható, vagy igen, kapcsolható, abszolút. Honnan jött egyáltalán az ötlet, és hogyan teljesedett ez ki? Igazából egy internetes portálon olvastam egy cikket az épületről, hogy készen van, de még fehérek a falak, és a főorvos úr szeretne egy kis színes dolgot belevinni, és várja a felajánlásokat és a segítséget. És hát én eszembe jutott, hogy van egy ügyes férjecském, a férjecskémnek ügyes barátai, ahol elindulhatunk, és valamit hát, ha ki tudunk húzni, hogyha csak egy kis falacskát tudunk kifesteni, már az is segítség. Aztán hát egy ekkora nagy dologgá nőtte ez ki magát, hál' Istennek, mert rengetegen jelentkeztek segíteni is, és festékajánlásokat is, felajánlásokat is kaptunk rengeteget, és így anyagunk is van, hogy tudjunk haladni, így már nem csak egy falat, hanem már részlegeket tudunk kifesteni, hál' Istennek. Ez milyen jó amúgy, hogy egy több milliárd forintos tömbkórház projektről van szó, és tényleg egy-egy civil kezdeményezés mennyire megmozgatja az embereket és az esetleges sportcsapatokat, hiszen valami amerikai focisták is bejöttek a képbe. Igen, hogyan? Igen. Párhuzamosan indult el, két szálon futott voltam én, és voltak ők, akik a meccseiken gyűjtéseket szerveztek, és aztán egyszer csak így egybe fonódott ez a két szál, és így közösen csináltuk tovább, tehát ők is hozták a kis festékeket, amit addig összegyűjtöttek, játékokat, illetve anyagi felajánlást is, amit kaptak, azt is befektetjük anyagköltségbe. Illetve pár pillanattal ezelőtt említetted, hogy eszedbe jutott, hogy van neked egy tehetséges, ügyes férjed. Máté, mesélj arról, hogy te milyen szférában alkotsz, és egyáltalán hogyan tudtad ezt a lehetőséget, ezt a jótékonykodást segíteni? Hát én tetoválóként dolgozok, és grafikus és művész diplomám van, és innen volt nehéz segíteni Andinak a tervezésbe, ami lényegében egyszerű, de nehéz volt olyan szempontból, hogy mindenkinek segítenie kell, vagy ha szeretne, akkor tudjon. Uh-huh. És olyanra kellett tervezni, hogy színes legyen, ne legyen zavaró, gyerekbarát legyen, és hogy tényleg bárki el tudja készíteni, anélkül, hogy mi felügyeljük minden ecsetvonását. És hát nehezen, de összejött, több terv is született, és az osztály főnővérei döntötték el végül, hogy melyik az, amit tetszik nekik. Amúgy ez hogy zajlott? Tehát, hogy én próbálom vizualizálni a dolgot, hogy te kimentél az új gyermekosztályra, felmérted, hogy jó, akkor ez egy 5x2 méter magas falfelület, és otthon megtervezted, vagy már ott akár ilyen kis kicceket készítettél? Már előre lett tervezve, tehát látatlanba terveztem, és utána lett a falakra ráillesztve a kép egy ilyen látványtervként, ami nem úgy valósult meg, de ez mindig benne van. Sokkal szebb lett. Hát a nézők is láthatják közben a felvételeket, amúgy, hogy tényleg ott az ügyes kezek ügyködnek jobbra-balra, festenek különböző színekkel. Amúgy ez mennyire jó érzés, amikor a te álmaidat, ötleteidet valaki tényleg ott színezi és életre kelti? Jó érzés, de nehéz is, mert igazából az összes szín szinte improvizálva lett. Tehát az elhelyezés nem volt pontosan megtervezve, csak úgy, ahogy jön. És így azért ők is tudtak segíteni. Tehát kikértük az ő tanácsukat is, akik ott voltak, hogy ezt hova rakjuk, milyen színű legyen körülbelül. De összejött szépen, szerencsére. Mi van azokkal, akik mondjuk tényleg most kapják fel a fejüket, és azt mondják, hogy én nagyon szívesen csatlakoznék ehhez a csapathoz, akár mondjuk festék felajánlással, nem tudom, a kezeimmel, ecsetekkel, bármivel, milyen lehetőségeket tudtok még ajánlani, vagy egyáltalán hogyan lehet segíteni? Látunk mindenkit, és fogadunk minden felajánlást, mert még ez egy hetekig elhúzódó munkafolyamat lesz igazából, tehát még nagyon sok fehér falfelület van, így ügyes kezelés,
ezek is jöhetnek, a festék felajánlások is jöhetnek, szóval minden csepp festéket fel tudunk használni, van hely. Van Facebookon, nem tudom, mondhatom. Mondhatod. Van Facebookon egy nyílt csoport, gyermekosztály dekoráció néven, oda csatlakozhat mindenki, és ott megtudhat információkat, időpontokat, festésekről, ahová csatlakozni tud, hogyha van olyan időpont, ami számára is megfelelő, illetve ott megtalál engem, vagy bármelyik másik szervezőt, aki csatlakozott, meg közben már így kineveztük vezetőnek. Mi a legközelebbi időpont, ahol tényleg esetleg már betoppanhatnak a segíteni vágyók? Ez most vasárnap 9 óra, 3. emelet. Hát ezt is mondom, ha valaki innen látja és tudja, akkor nyugodtan odaállíthat. De tényleg előzetes csak így előzetes bejelentkezés persze, nélkül? Igen, én igen, itt vagyok, Dérvivien. Tudunk neki és festéket biztosítani, szóval. És ott osztunk el mindenkit, kézügyesség szerint. Aha. Vagy éppen az adott felületek szerint most két emeleten fogunk dolgozni egyszerre. Akkor van feladat bőven. Még a felajánlásokkal kapcsolatosan egy fontos dolog jutott eszembe, ami lehet, hogy ilyen kicsit furán hangzik, de hogy bármilyen festéket lehet vinni? Vagy azért gondolom, hogy kellene valami speciális, nem? Disperziós festékekkel, tehát olyannal, ami nem büdös, nem oldószeres festékkel dolgozunk, mert azért mégiscsak kórház. Igen. És azért ott vagytok már lassan hetek óta. Milyen visszajelzéseket kaptok? Hiszen azért vannak ott gyerekek, dolgozók, azért ők mit mondanak? Szerencsére tetszik mindenkinek. Tehát úgy kezdtük, hogy két osztály lesz kész, és akkor már úgy alakult, hogy több osztályra is megyünk. Tehát kérik is, hogy menjünk, és még csináljuk tovább.